szövőből. Nem. Ha tudja, akkor vagy már. Thank you.
várva várjuk a ballagó diákok érkezését. Oh,
kegyelem, az irgalom és a békesség jöjjön ránk Istentől, a mennyei atyától, Szent Fiától, Jézustól, megváltó Urunktól, a megelevenítő Szentlélek közösségében. Ezekkel a szavakkal köszöntöttem mindenkit, kérem foglalják el helyüket. Ünnepi istentiszteletünk egész ide alatt kérem, hogy figyeljék majd a jelzésemet, hogy mikor mit kell tenni. Először is mindenkit köszöntök nagy szeretettel és imádságos szívvel készüljünk az ünnepségre. 25. Zsoltárunkat első, második versét énekeljük. Ismert lesz a Zsoltár, kérem, hogy énekeljék velünk. 25. Zsoltárunk így kezdődik az első verse szerint. Szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram. Megszentelése. Jöjjön attól, aki volt, aki van, és aki eljövendő lészen, jöjjön a Szent Háromság egy igaz örökké való Istentől. Amen. Istennek igéjét hallgassa meg mindenki, ami alapján szeretném az ige hirdetést elmondani. Lukács írása szerinti evangélium 9. fejezetéből, a 28. verssel kezdődően, a 36. versig megírt ígét hallgassa meg mindenki, figyelemmel, alázattal. Jézus megdicsőülése. E beszédek elhangzása után, mintegy 8 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, felment egy hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, ruhája fehéren tündöklött, és íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szólottak, amelyet Jeruzsálemben kell majd beteljesítenie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom, amikor felébredtek, látták az ő dicsőségét és a két férfit, akik ott voltak vele,
Amikor azok távozni akartak, ezt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk. Készítsünk 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. Nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek, és hang hallatszott a felhőből, ez az én fiam, akit kiválasztottam, reá, hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták, ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondták el, amiket láttak. Kedves ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, és természetesen mindenek előtt, kedves ballagó diákok, hozzátok szól első renden ez az ige hirdetés. A felolvasott történetet lehet, hogy ismeritek, Jézus megdicsőülését, és hát meg kell, hogy valljam, miközben egyre jobban megismertem ezt az igét, megismertem ennek az igének a történését, üzenetét, aközben egyre inkább az volt az érzésem, hogy ez a történet, ez nagyon is sok szálon kötődik hozzátok. Teljes hasonlóságot véltem fölfedezni, például abban, hogy úgy kezdődik ez a történet, hogy a tanítványok közül hányan is vannak? 12-en. A tanítványok közül 3-an, név szerint Péter, Jakab és János, felmennek egy hegycsúcsra. A 12-nek a 3 az a 25%-a, 1/4. És tulajdonképpen most ti a középiskolás évfolyamok közül pont ezt a bizonyos 25%-ot képviselitek. Mindenképpen tehát van hasonlóság a történet és a ti mostani helyzetetek között, abban is, hogy nem tudjuk, hogy mennyi ideig tartott ez a nagy csúcsmászás. Nektek optimális esetben ugye 4 év, de a lényeg, hogy céltudatosak voltak, tehát nem bolyongó migránsok, hanem igazi céltudatos ballagok. Hát ti is 4 év elteltével érkeztetek el a csúcsra, mert ez a másik hasonlóság, hogy ahogyan Péter, János és Jakab életében ez volt a csúcspont, amikor ennyire közel kerültek a mennyek országához, a ti életetekben is ez az eddigi legnagyobb csúcspont. Higgyétek el, kedves diákjaink, ez a ti életetekben a legnagyobb csúcspont. Tudjátok, azért volt a csúcspont ennek a 3 embernek az, amit átéltek a megdicsülés hegyén, mert csodálatos elődök, Mózes és Illés tanították őket a legnagyobb bölcsességre, aztán látták Jézust elváltozni Isten formára, és hallották az Isten szavát, hogy ő a szeretett fiú, akit hallgatni kell. Higgyétek el, hogy ti most a csúcsponton vagytok, eddigi életetek számára bizonyos. Soha nem lesztek ennyire széles látókörrel megáldva, legalábbis azt mondják a régiek. Az érettségiző ember, vagy az érettségi előtt álló ember ugyanis egy bizonyos csúcsponton van. Hatalmas tudással rendelkeztek. Legalábbis bízunk benne. Hatalmas ismeretanyag van a fejetekben raktározva. És higgyétek el, ha csak nem fogtok olyan irányban tovább menni, akkor ennek egy jelentős részét soha többet nem fogjátok használni. Higgyétek el, hogy a másodfokú megoldó képletet én azóta, mióta leérettségiztem, nem használtam. Elnézést a matek tanároktól, de ez így van. És azt is higgyétek el nekem, hogy az áfás számlát nem hexameterben szoktam kérni. Az is igaz, hogy Venezuela olajkitermelését annak idején biztosan tudtam az érettségi előtt, de most nem tudnám elmondani, mert nincs rá szükség. Viszont ti mindezeket tudjátok. Ti kapásból tudnátok ezeket nekem mondani. Mert csúcson vagytok. A szellemi élet egy csúcsán vagytok.
Aztán csúcson vagytok azért is az életeteknek a folyamányán, mert valahogy ti is sosem voltatok még ennyire közel a mennyek országához. Ugyanis nektek adatott meg, hogy az elmúlt 4 évben halljatok Jézus Krisztusról. Ti hallottátok a iskolában, a középiskolában a legtöbbet arról, hogy Jézus Krisztusban van az üdvösségünk. Titeket tanítottunk a legtöbbet ezzel kapcsolatban, és nektek lehetett a legtöbbet találkozni is ezzel a Jézussal a templomban, az áhítatokon. Azért vagytok a csúcson, mert a felkészítőitek, lásd a tanáraitok, mint annak idején Mózes és Illés a tanítványokat, titeket is fölkészítettek mindenre. Mennyi bölcsességet kaptatok, egy csúcsponton vagytok, egy csúcs, ez a mai nap. A ballagás az életetek eddigi legmagasabb szintű élménye, ezt kell, hogy mondjam. És tudjátok, jó a csúcson lenni, ez biztos. Biztos vagyok benne, hogy jól érzitek magatokat a bőrötökben, hiszen ti vagytok a nagy öregek, a vén diákok. Rátok néz föl a többi diák. Jó a csúcson lenni, mert most mindenki titeket szeret. Mindenki nektek örül, mindenki titeket fog megtapsolni. Jó a csúcson lenni. Tudjátok, mit mondott ez a 3 ember? Ez a 3 apostol azt mondta, annyira jó itt lenni, hogy ne is menjünk vissza. Ne is menjünk le. Jó a csúcson lenni. De azt mondja Jézus, nem. Menni kell tovább. Ez most rátok is érvényes. Menni kell tovább. Menni kell tovább annak ellenére, hogy meggyőződésem, hogy egy kicsit félelmetesnek látjátok a jövőt. Egyfelől jogos, amit éreztek, másfelől pedig jogtalan. Jogos, mert valóban egy kicsit félelmetes a jövőtök, és mégis jogtalan, mert, és ezért vagyok, hogy föloldjam bennetek, mert mégse annyira félelmetes. Ezt, hogy megértsétek és közelebb hozzam hozzátok, 2 képet fogok fölragyogtatni. Hogy jogos, hogy féltek, és jogos, hogy bizalmatlanságban és bizonytalanságban vagytok, erre a mai nap egyik élményét hadd mondjam el. Az interneten, mert ilyen a kereskedelem, megelőzi a valóságot és megelőzi, generálva az igényeket, a történéseket. Nem én kerestem, csak kaptam, azért mondom, hogy félreértés ne legyen. Kaptam egy ilyen reklámot, egy színes reklámot. Mondom, a kereskedelem elébe megy mindennek. Meghívó. Ballagás utáni after partyra. Mondom, nem kerestem, higgy el mindenki. Igen, nem csak ott, amikor a ballagás utáni after party meghívójának a kommentjeit nézem, az egyik szomorú kommentelő a következőt írja. Egy 12-es számára a ballagás utáni after party egyenlő érettségi. Ugye, hogy nem is annyira happy az élet? Itt vagyunk fönt a csúcson, kapjátok a rengeteg virágot, az ölelést, a dicséretet. Olyan jó lenne megúszni az érettségit, az after partyt. De nem fogjátok megúszni. Persze, hogy félelmetes ez a jövő, de egyúttal hadd mondjam, hogy mégse félelmetes. Még sincs teljesen igazatok, ne féljetek tőle, és erre megint egy másik kép. Képzeljétek el, egy fekete iskolatábla, rajta szöveg Tom Cruise, Mission Impossible. Alatta 12. A, Mission Possible. Lefordítom. Tom Cruise, lehetetlen küldetés, de a 12. A-nak lehetséges küldetés, zárójel, érettségi. Kedves 12-eseink, Mission is possible. Lehetséges a küldetés. Sőt, fog sikerülni a küldetés. Higgyétek el nekem, tudjátok honnan tudom? Nem csak azért, mert nekem is sikerült, hanem azért, mert ebben az igében van egy nagyon nagy biztatás. Figyeljétek csak a történetet!
Ott vannak fönt a hegyen. Jó nekünk itt lenni, de jó itt lenni. Ez a csúcs, ne menjünk le. Ne menjünk tovább. És erre azt mondja Jézus, hogy de. És tudjátok, az a nagy helyzet és az a nagy csodálatos dolog, hogy Jézus nem leküldi, lezavarja őket a hegyről, hanem levezeti. Ezért lehetséges minden küldetésetek. Mert amikor már Mózes és Illés, azaz a felkészítők, azaz a ti tanáraitok már nem mehetnek veletek az érettségére, lesz valaki, aki életeteknek ebben a hatalmas megpróbáltatásában ott lesz mellettetek, ha hívjátok. Jézus lejön veletek a hegyről. Jézus erről az ünnepi alkalomról lejön veletek, és elmegy egészen addig és oda, ahol majd jön a nagy megpróbáltatás. És higgyétek el, még ez is egy tapasztalatunk. Még tovább is veletek megy. Jézus egész életetekben veletek akar menni. Ez a hatalmas, ez a csodálatos Jézus Krisztus, ami megváltunk, ami szabadítunk, akinek a neve olyan hatalom, hogy mindenki térdre borul előtte, az veletek fog menni, ha akarjátok, ha hívjátok. Péter, János és Jakab ezt élték át. Ezért lett hatalmas a nevük. A ti nevetek is akkor lesz hatalmas, ha Jézus veletek megy. Nem én mondom, ő mondja. János evangélium a 15. fejezet, 16. vers, figyeljétek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és rendeltelek el arra, hogy elmenjetek, azaz tovább-tovább, gyümölcsöt teremjetek, gyümölcsötök megmaradjon, és hogy bármit kérjetek az Atyától az én nevemben, ő megadja nektek. Látjátok, Jézus mondja ezt, velem tovább-tovább, akkor sikerül. És végezetül idézek egy régebben ballagott diákot, egy régebben érettségizett diákot, William Shakespeare-t, aki ezt a következőképpen fogalmazta meg. Megcélozni a legszebb álmot, komolyan venni a világot, mindig hinni és remélni, így érdemes a földön élni. Kívánok Istentől való áldást rátok. Amen. Kérem, hogy emelkedjünk fel a helyünkről. A következőkben a mindenható Istennel beszélgetünk, tehát imádkozunk, ezért kérem, hogy mindenki kulcsolja össze velem együtt a kezét, hajtsa meg a fejét, hiszen most a ballagókért fogunk mindenek előtt imádkozni. Csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, közülünk most mindenki hálát ad neked ebben az imában. Először is a ballagó diákok megköszönik neked a te megtartó kegyelmedet, szüleiket, iskolájukat, tanáraikat és barátaikat. A szülők és a család megköszönik neked ebben az imádságban a szépen felnövő gyermeküket, és azt, hogy ezt a felnevelkedést együtt érhették meg. A tanárok megköszönik neked a tanítás lehetőségét, a diákjaikat, a közös eredményeket. És mi a református gyülekezet megköszönjük neked az ősi iskolánk újraindulását, ami már több éve igazság és ámen. Valamint azt, hogy hirdethettük ezeknek a gyermekeknek, diákoknak, fiataloknak, a ballagóknak a te testet öltött szeretetedet, Krisztust. Megváltó Jézusunk, kérünk, jöjj velünk! Jöjj velünk az ünnepről, a csúcsról, az örömök felhőtlenségéből a hétköznapokban. Különösen is menj tovább az érettségire a diákjainkkal. Egész életüket is pásztorold a te nagy szereteteddel. Add, hogy soha ne legyen borúsabb, felhősebb felettük az ég, mint most.
mindig süssön rájuk a te kegyelmed fénye. Urunk, áld meg a családok ünneplését, egész iskolánk életét. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat, közösen és fennhangon állva maradva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindannyiótokkal, de mindenek előtt, ami drága ballagó diákjainkkal. Amen. Gyülekezet foglalja el helyét. 165. dicséretünk első versének eléneklésével készülünk az ünnepségre. Tehát 165. dicséretünket énekeljük, annak az első versét. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Ünneplő gyülekezet, kedves ballagó diákok! Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola ballagási ünnepségén. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm nagy tiszteletű Koncz Tibor elnöklelkész urat, nagy tiszteletű Koncné Lehocki Krisztina lelkipásztor asszonyt, Szentesi Lajos főgondnok urat, Dr. Nagyné Serfőző Évát, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola megbízott igazgatóját, a fenntartó presbitérium megjelent tagjait, Földváriné Simon Ilona igazgatóasszonyt, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola vezetőjét, Karcagváros képviselőtestületének megjelent tagjait, Juhászné Zsadányi Erzsébetet, iskolánk volt igazgatóját, Vadai Zsolt urat, a Karcagi Nagykun öreg diákok körének elnökét, és Gulyás Zsolt római katolikus plébános urat. A következő táviratban köszönti iskolánk végzős tanulóit főtiszteletű dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Tisztelt igazgatóasszony! Szíves meghívását a 2016. évi ballagási ünnepségre örömmel fogadtam. Örülök, hogy egyházunk szolgálata a nevelés-oktatás területén is ki tud teljesedni oly módon, hogy ennek évente gyümölcseit is láthatjuk. Kérem igazgatóasszonyt, szíveskedjen tolmácsolni köszönetnyilvánításomat a tantestület felé azon fáradozásukért, melyet fiataljaink között oktató-nevelő munkájukkal végeztek. Kérem, szíveskedjen áldás kívánásomat közvetíteni a végzős diákoknak az alábbi igével, Mózes második könyvének 33. részéből, a 14-től 16. versekből. Az Úr így felelt, megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes azt mondta, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket.
Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped megnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a föld színén. Igazgatóasszony életére és munkájára Isten áldását kívánva tisztelettel, dr. Fekete Károly püspök. Táviratban köszönti iskolánk végzős diákjait dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. Nagy tiszteletű elnök lelkész úr, tisztelt igazgatóasszony, kedves ballagó diákok! Minden ballagás a legszebb ünnepnap egy iskola életében, így van ez ma is. Sok szeretettel köszöntöm a végzős diákokat, szüleiket és hozzátartozóikat, az iskola pedagógusait és minden kedves jelenlévőt. Kedves ballagók, ma benneteket ünneplünk. Most itt álltok vegyes érzelmekkel, álmokkal, vágyakkal, tervekkel, de nem tudjátok, hisz még nyitott kérdés, hogy mi válik valóra az elkövetkező időszakban. A búcsúzás pillanata mindig fájdalmas, azonban az új kihívások mégis felemelő, reményteli érzéseket keltenek szívetekben. Nagy megmérettetések előtt álltok, az érettségi kapujában, a felvételi küszöbén. Most váltok igazán felnőtté, vár rátok a nagybetűs élet. Útravalóul fogadjátok szeretettel Juhász Gyula sorait. Lehet, hogy gyenge néha még a hangunk, lehet, hogy léptünk bizonytalan, de indulunk, a szépet jót akarjuk, s érezzük, hogy hitünknek szárnya van. Üdvözlettel, dr. Fazekas Sándor. Levélben köszöntötte a ballagó diákokat, a tantestület tagjait, a szülőket, barátokat, az iskola tanárait, jó ünneplést, valamint a ballagóknak sikeres vizsgákat kívánva Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úr. Táviratban köszöntötte továbbá a búcsúzó tanítványainkat Karcagváros önkormányzatának nevében Dobos László polgármester úr, a Mezőtúri Református Kollégium, gimnázium, szakközépiskola, általános iskola és óvoda, valamint a Mezőtúri Református Egyházkerület nevében nagy tiszteletű Mihalina László lelkész elnök úr és Vasas István főigazgató úr, a Kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium, gimnázium, szakközépiskola és általános iskola valamennyi pedagógusa és diákja nevében nagy tiszteletű Szilágyi Gábor Miklós elnöklelkész úr és Tóth József főigazgató úr, a Szent Annai Sámuel Gimnázium, szakközépiskola és kollégium nevelőtestülete és dolgozói nevében Gyökeres Sándor igazgató úr, a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István szakiskolája, szakközépiskolája és kollégiuma nevelőtestülete nevében Puháné Urbán Katalin igazgatóasszony, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola nevelőtestülete nevében Földváriné Simon Ilona igazgatóasszony, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály általános iskolai tagintézményének nevelőtestülete nevében Krappánné Pap Ágnes tagintézményvezető, valamint a Kiskulcsosi általános iskolai tagintézményének valamennyi dolgozója és tanulói fiúsága nevében Futóné Szabó Margit tagintézményvezető, a Györfi István katolikus általános iskola tanulói fiúsága és nevelőtestülete nevében Kovács Miklós Istvánné igazgató, a Szent Pál Marista általános iskola dolgozói nevében Nagy Józsefné igazgató, a Karcagi Arany János általános iskola dolgozói és tanulói nevében Szentesiné Nánási Tünde intézményvezető helyettes, valamint nagy tiszteletű Szalkai Róbertné lelkipásztorasszony, iskolánk volt vallástanára. Ünnepségünk kezdeteként Dániel Emese, 12. C osztályos tanuló Álom című saját versét mondja el. Álom. Furcsa álmot látok éjjel. Ódon épületben vagyok, borostyán fut föl a falán, mellette fán bagoly huhog. Kisvárosba építették sokat megélt falait, múltat őriz, s jövőt nevel. Forrófejű diákjait, kik beléptek az ajtón reggel, Gólya volt még ekkor nevük, de mire a nap lenyugodott,
Már mind tudták. Itt a helyük. És bár néha előfordult, hogy akadályba botlottak, kis segítség, támogatás, s már is tovább jutottak. Barátságok szövődtek az itt töltött idő alatt. Emléküket megőrzik a régi termek, padok, falak. S valahányszor harangkondul a templomnak mélyében, a hálás diák visszafordul, köszönettel szívében. Álmodnék még tovább, de múlik az éj, hajnali szél fúj. S e régi álom véget ér, hogy kövesse egy új. A ballaktató 11. évfolyamos tanulók nevében Valikovics Anna Dóra 11. C-osztályos tanuló köszön el a végzős diáktársaktól. Kedves ballagó diáktársaim! A mai nap igazán különleges számotokra. Eljött a várva várt pillanat, amikor lezárul egy szakasz az életetekben, mely 4 évig a refigimi biztonságos falaihoz kötött titeket. Ma utoljára hallottátok a mindig felüdítő csengő szó hangját. Nem kell többé aggódnotok a feledések vagy témazárok miatt. Már csak egyetlen próbatétel választ el titeket attól, hogy átlépjetek egy új, egy más élet kapuján, ahol csak azok a kötelességeitek, melyeket ti vállaltok, s céljaitoknak egyedül ti szabtok határt. Az iskola a számonkérésekért, a néha lényegtelennek tűnő, de összességében fontos tananyagokért és az elvárásokért cserébe barátságos, nyugodt légkörrel kárpótolt benneteket. Óvó szárnyai alatt tanulhattatok, cseperedhettetek, s egyfajta biztos pontnak számított az életetekben, hiszen tudtátok, ha hétköznap reggel van, akkor igyekezni kell az ébredezéssel, öltözködéssel, reggelizéssel, mert a csengő pontban 7:20-kor szól, és késni ugyebár senki sem szeret. Aztán alig vártátok, hogy az utolsó óra vagy a délutáni fakultáció után végre mehessetek haza, hogy egy kis pihenéssel egybekötve elkezdhessetek készülni a következő napra. És ugyancsak vártátok a hétvégét, az őszi, tavaszi, nyári szünetet, az évzárót. Így ment ez újra és újra. Nap-nap után, hónapokon, éveken keresztül. Néha belefáradva, ám de nem fásulva, csüggedve róttátok a köröket a mindennapok mókus kerekében, hiszen életetekbe izgalom is vegyült. Néha egy-egy konfliktus, rosszabb jegy is becsúszott, de utána mindig jött valami jó. Például a gólyahét, egy-egy sportverseny, a tanárdiák meccsek izgalmas pillanatai, az osztálykirándulások, baráti beszélgetések. Ebben a körforgásban talán észre sem vettétek, hogy az idő egy szempillantás alatt elrepült. Most itt ültök, és lassanként már érzitek. A megszokott nyugalomnak hamarosan vége szakad. Valami más vár titeket, ahol meg kell tanulnotok kiállni magatokért, s bármi történjék is, nem feladni, hanem lankadatlanul menni előre addig, amíg révbe nem értek. Azonban nincs félnivalótok. Bízom benne, hogy az itt szerzett tudással, ismeretekkel, erővel és kitartással felfegyverkezve bármilyen helyzetben meg tudjátok állni a helyeteket. Személyiségetek pedig épp eleget fejlődött ahhoz, hogy játékos gyermekekből érett gondolkodású, magabiztos, ön és céltudatos felnőttekké váljatok. Mint minden változás, így ez is szükséges volt, hiszen ezen talentumok nélkül elvesznétek a világ zord, rideg útvesztőjében. Azt gondolom, hogy az életben valami mindig azért múlik el,
hogy egy másik dolognak helyet adhasson. Azaz, minden befejezés magában rejt egy új kezdetet is. Az, hogy életetek elkövetkezendő fejezete milyen lesz számotokra, csak rajtatok múlik. Kívánok nektek elég bátorságot, erőt és kitartást, hogy soha ne adjátok fel az álmaitokat. Küzdjetek azért, hogy pár év múlva közületek kerülhessenek ki a jövő gyógyszerészei, mérnökei, pedagógusai vagy katonái. Ne adjátok alá semmiért céljaitokat, ha érzitek, ez örömet jelent számotokra. De figyeljetek arra, hogy saját határaitokat csak addig feszegessétek, még egészséggel és energiával bírjátok. Merjetek megkérdőjelezni bármit, amit helytelennek véltek, és törekedjetek arra, hogy jobbá, tisztábbá, magatok és környezetetek számára hasznosabbá tegyétek azt. Ne engedjétek, hogy a kudarcok letörjék szárnyaitokat, hanem a vereség fájdalmát kiheverve újult erővel kapjatok szárnyra, és folytassátok utatokat a végső cél felé. Én személy szerint örülök, hogy az elmúlt évek során megismerhettelek titeket. Itt, a búcsú pillanatában, magam és többi diáktársam nevében is szeretnék nektek köszönetet mondani mindazért, amit értünk tettetek. A példáért, amit elénk állítottatok. A segítségetekért, ha valamit nem értettünk. A támogatásért, ha épp arra volt szükségünk, és végül, de nem utolsó sorban, azért a sok szép emlékért, amit közösen szereztünk. Nem felejtünk el titeket, és bízunk abban, hogy ti is őrizni fogtok néhány el nem halványuló képet szívetekben rólunk, s régi iskolátokról. Az érettségihez, felvételihez sok sikert és jobbnál jobb eredményeket kívánok. Remélem, a következő tanévet mindenki ott kezdheti el, ahová a leginkább vágyott. Végezetül beszédemet Madách Imre szavaival zárnám. Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha. Remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni. Ez az élet. A ballagó diákok nevében Lippai Anna Lilla 12. C osztályos tanuló búcsúzik az iskolától. Álmodtam egy világot magamnak. Itt állok a kapuja előtt. Adj erőt, hogy be tudjak lépni. Adj hitet a magas falak előtt. Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt ballagási ünnepségünkön. Mindenek előtt iskolánknak és tanárainknak szeretnék köszönetet mondani. A végzős diákok nevében köszönöm azt a sok fáradtságos és idegrendszert nem kímélő munkát, amit a diákok oktatásába fektettek. Óriási munka lehetett ez, nem is beszélve a sok-sok dacról, az én ebből nem érettségizek mondatról, ami a diákok szájából számtalanszor elhangzott. A tanórák, a fakultációk, a plusz gyakorló órák, ami koncentrációs készségünket és a tanáraink türelmét tették próbára, azért, hogy mindenki elérje a kívánt eredményt az érettségin. Nagyon sok bátorítást kaptunk tőlük a kritikus időszakokban, például, ha nem sikerült valami elég jól, vagy csak szimplán kezdtünk kiborulni. Még ekkor is tartották bennünk a lelket. Szüleinknek is rengeteget köszönhetünk. Ők azok, akik a 18 év alatt igencsak megkínlódtak azért, hogy most mi itt állhassunk. Ezt mi tudjuk is, csak nem mindig vagyunk hajlandóak tudomásul venni. Mert hát ilyenek ezek a gyerekek. Azt gondolják, már felnőttek, miközben még nagyon messze vannak attól. A szülők ott vannak velünk mindig, a legnehezebb időszakokon keresztül, a legjobb pillanatokig. Elsősorban nekik köszönhetjük azt, hogy most itt lehetünk.
Végül pedig szeretném megköszönni a 11-eseknek a gyönyörű díszítést és Panka csodálatos beszédét. Most pedig évfolyamtársaimat szeretném megszólítani. Talán közületek többeknek is vegyesek az érzelmeik a ballagással kapcsolatban. Mikor lesz már vége? Miért pont érettségi előtt kell ezt? Á, olyan ideges vagyok, minek ez a sok hajcihő? Úgy gondolom, ez a ceremónia, s talán az elmúlt 4 év, nem holnap, és nem is a nyár folyamán fog hiányozni, hanem majd később, talán évtizedek múlva. Amikor eszünkbe jut egy-egy osztálytárs vagy jó barát, és arra gondolunk, hogy olyan mi is lehet vele, hol van most, vagy éppen mit csinál. Eszünkbe jut, amikor majd a saját gyermekünk fog középiskola választás vagy érettségi előtt állni. Amikor arra gondolunk, hogy milyen jó is volt, vagy milyen kár, hogy elmúlt ez az időszak. Végérvényesen lezárult, s nem fog már visszajönni. Az, aki eddig még nem tapasztalta, most kipróbálhatja majd, hogy milyen is külön élni a családtól, milyen az, amikor nem támogat az osztályfőnök, amikor egyedül kell megoldani a mindennapi problémákat, vagy szembenézni egy-egy rossz dologgal. Lehet, hogy eddig nem becsültük ezt az elmúlt időt, de nem is ebben a percben fogjuk ezt megtanulni. Csak az idő az, mely igazán megtanít mindenre, a dolgok, a pillanatok igazi értékére. Végezetül pedig ezzel az Axl Rose idézettel búcsúzom. Tedd, amit úgy érzel, tenned kell. Arra menj, amerre a szíved terel, hisz időd oly kevés, légy hát magad ura, míg élsz. A tantestület nevében Pintér Zoltán Árpád tanár úr, a 12. B osztály osztályfőnöke köszön el végzős tanítványainktól. Tisztelt vendégek, tisztelt tantestület, kedves szülők, kedves ballagó diákjaink! A végzős osztályfőnökök nevében nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola ballagási ünnepségén. Végigjárva a feldíszített iskolát, hálával tartozom kollégáimnak, akik az alsóbb évesek segítségével ilyen csodálatosra szervezték ezt a mai napot. Ugyanitt köszönöm meg tanár kollégáimnak azt is, hogy az eltelt évek alatt tudásuk legjavát adva szeretettel oktatták, nevelték diákjainkat. Mindez persze igazán csak a szülők támogatásával sikerülhetett, így nekik is ezúton köszönöm, hogy gyermekeiket ránk bízták, és támogatták őket az elmúlt évek során. Kedves ballagó diákok! Koncz Zsuzsa és Bródi János dalának másfél versszakával köszöntelek titeket, e jeles nap jeles ünnepeltjeit. Itt születtél ezen a tájon, itt ringatott az édesanyád, itt indultál el az útra, és itt jártad ki az iskolát. Itt élnek a barátaid, és itt találtad meg szerelmedet. A nagyvilágon e kívül nincs máshol helyed. Itt fogadtad szívedbe az írást és a gondolatot, itt eszméltél magadra, s itt volt mindig az otthonod. Azért választottam ezt a dalszöveget mottóként, mert a borongós napon szebb szavakkal magam nem tudnék búcsúzni tőletek. A ballagás ünnepén, a búcsúzás küszöbéhez érve, két élmény, két érzés, két vágy van egyszerre a szívben. Az egyik visszanézni kíván az elmúlt időkre, a másik figyel és felkészül a jövőre. Foglalkozzunk először azzal, mit idéz fel bennünk a visszatekintés. Mit kaptatok, mit szereztetek az itt eltöltött évek alatt. Idézzétek fel azoknak a napoknak, heteknek az élményét, amikor még csak ismerkedtetek egymással, az iskolával, amelyben ma már oly otthonosan mozogtatok. Idézzétek fel, mennyi ismeret és milyen nagy emberi tudás vet körül benneteket. Reménykedem benne, hogy magatokkal viszitek a tudás, a tanulás, a szorgalmas munka tiszteletét és a tudományok iránti feltétlen alázatot.
Mi, akik tanáraitokként formáltuk bennetek a szellemet és a lelket erősítő hitet, büszkék vagyunk rátok. Méltán éreznek most büszkeséget és örömöt kedves szüleidek is, mert törődésüknek, aggódó szeretetüknek a gyümölcsét látják bennetek. Sok sikeres tanulmányi verseny, sportalkalmakon aratott fényes diadal, kitartó munkával elért nyelvvizsga szerez nekik és nekünk is örömet. Hagyjuk azonban most a régi időket, és nézzük, hogy állunk az előretekintéssel. Mindegyik őtök élete még titok. Ezt meg kell fejtenetek, és megtudni, hogy Isten milyen meghatározott céllal helyezett titeket ebbe a világba. Tudom, vegyes érzelmek vannak most a lelketekben, a szabadság öröme és a várakozás szorongása. Örültök, mert végre megszabadulhattok minden eddigi kötöttségtől, a felelések, a dolgozatok izgalmas emlékekké szelidülnek, épp úgy, mint a csínytevések. Van egy mondás, mely erre a pillanatra mindennél jobban illik. Egy jó iskola két dolgot adhat útravalóul diákjainak. Gyökereket és szárnyakat. Reméljük, hogy mindenki megkapta azokat az alapokat tudásban, hitben, ami szilárdan fogja őt tartani az élet viharaiban, s reméljük azt is, hogy szárnyaitok megerősödtek, mert most itt az idő, hogy kipróbáljátok őket. Röpítsenek magasra, higgyetek magatokban és az Úristen segítségében, és ne adjátok fel álmaitokat. Kedves ballagó diákok, értetek ragyog ma a templom és iskola, tiétek az ünnep. Nektek szól a szó, a könyv, felétek száll a mosoly, és ti értek e temérdek virág. Körétek gyűlt össze a büszke közösség, és mi osztályfőnökök, mint süllyedő hajó kapitányai, nektek adjuk búcsúzó szívünket. A végzős osztályfőnökök, így Kisari Katalin, Nagy Éva, tanárnők, és a magam nevében búcsúzom most tőletek. A búcsú most még kétségkívül jelképes, hisz hétfőn találkozunk. Szeretném azt hinni, hogy érettségi vizsgáitok után is jelképes búcsúnak fogjátok az itt elhangzottakat tekinteni. Ebben azért bízom, mert titeket ez az iskola mindig tárt kapukkal fog fogadni, osztályfőnökeitek és tanáraitok mindig készen lesztek rajtatok segíteni, ha visszatértek. Adi Endre négy sorával a szívetekben engedlek titeket utatokra. Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen. Isten legyen veletek, köszönöm a figyelmet. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola fenntartója díjat alapított, amellyel legkiválóbb tanulóink eredményes tanulmányi és sporttevékenységét ismeri el. A Karcagi Református Középiskoláért díj átadására tisztelettel megkérem nagy tiszteletű Koncz Tibor elnök lelkész urat és dr. Nagyné Serfőző Éva megbízott igazgatóasszonyt. Kérem a következő diákokat, hogy először együtt sorakozzanak fel az úrasztala előtt, majd ezt követően név szerinti szólítás után fáradjanak oda a díjátvételére. A 12. díjosztályból Csontos Anita és Padúgy Nóra, a 12. C-osztályból Balogh Katalin Ágnes, Bíró Márta Flóra, Kálmán Imre, Vippai Anna Lilla, Sós Dávid és Tóth Barna. Példás, illetve kitűnő tanulmányi eredményű tanuló. Iskolai évei alatt kiemelkedő eredményeket ért el angol nyelvtantárról. Az Ország László tiszteletére rendezett Legyél Országos Bajnok versenykülöndíjas csapatának tagja. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, a Tiéd a Szótár angol nyelvi csapatversenyen, valamint az Ábrahám Őrse angol nyelvi emlékversenyen több éven át kiemelkedő eredményeket ért el.
Széleskörű műveltségét bizonyítja, hogy német nyelv, földrajz, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyakból szintén eredményesen versenyzett. Katócs Nóra. 4 éven át kitűnő tanuló. Iskolánkban eltöltött tanulmányai évei alatt kiemelkedő eredményeket ért el angol nyelvtantárból. Az Ország László tiszteletére rendezett Legyél Országos Bajnok verseny külön díjas csapatának tagja, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, a Tiéd a Szótár angol nyelvi csapatversenyen, valamint az Ábrahám Őrse angol nyelvi emlékversenyen több éven át ő is kiemelkedő eredményeket ért el. Angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Balogh Katalin Ágnes. 4 éven át jeles, illetve kitűnő tanulmányi eredményű, példamutató magatartású tanuló. A természettudományos diák konferencián első helyezést ért el. Kémia tantárból kiváló megyei és országos szintű eredményekkel rendelkezik. 4 éven át példamutató munkát végzett az osztályközösség érdekében. Bíró Márta Flóra. 4 éven át jeles, illetve kitűnő tanulmányi eredményű, példamutató magatartású tanuló. Hittantantárból országos szintű versenyeket képviselte iskolánkat és ért el kiemelkedő eredményeket. 4 éven át példamutató munkát végzett az osztályközösség érdekében. Angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Kálmán Imre. 4 éven át jeles, illetve kitűnő tanulmányi eredményű és példamutató magatartású tanuló. A természettudományos diák konferencián első helyezést ért el. A kutató diákok mozgalma esszé pályázatát munkáját nagy díjjal és külön díjjal jutalmazták. Kosárlabda, atlétika és kerékpár sportágokban kiváló megyei és országos szintű eredményekkel rendelkezik. 4 éven át példamutató munkát végzett az osztály és az egész iskola közösség érdekében. Lippai Anna Lilla. 4 éven át jeles tanulmányi eredményű és példamutató magatartású tanuló. Matematika és kémia tantárgyakból megyei, területi és országos versenyeken ért el kiváló eredményeket. Sikeresen képviselte iskolánkat különféle sportversenyeken kosárlabda és atlétika sportágokban. Sporteredményei közül kiemelkedik a kosárlabda amatőr diák olimpia országos döntőjén elért 3. helyezése. Angol nyelvből középfokú szóbeli nyelvvizsgával rendelkezik. Sós Dávid. 4 éven át jeles tanulmányi eredményű tanuló. Földrajz tantárból kimagasló országos eredményeket ért el. Angol és német nyelvből kiváló megyei és országos szintű eredményekkel rendelkezik. A sportterén szintén kiváló eredményeket ért el a diák olimpiai versenyeken tollaslabda és kerékpár sportágokban. Angol nyelvből felsőfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik. Tóth Barna. 4 éven át jeles tanulmányi eredményű tanuló. Matematika tantárgyból megyei és országos szintű versenyeken ért el kiváló eredményeket,
melyek közül kiemelkedik a Curie Matematika Emlékverseny országos döntőjén elért 6. helyezése. Több alkalommal képviselte iskolánkat szavalataival szavaló versenyeken, iskolai és városi rendezvényeken. Kézilabda sportákban elért sikerei közül kiemelkedik az Amatőr Diák Olimpia országos döntőjén elért 3. helyezése. Kérem a díjazottakat, fáradjanak a helyükre. A dr. Hajdú Maharos József földrajzi tanulmányi díj átadására kerül sor. A dr. Hajdú Maharos József földrajzi tanulmányi díjat az idei esztendőben Kálmán Imre 12. C-osztályos tanuló érdemelte ki, földrajztantárból jutott kiemelkedő teljesítményéért. A díj egy Györfi Sándor szobrászművész által készített emlékplakett, valamint oklevél és pénzjutalom, melynek átadására felkérem nagy tiszteletű Koncz Tibor elnök lelkész urat és dr. Nagyné Serfőző Éva megbízott igazgató asszony. Körmendi Lajos emlékdíj átadása következik. A Karcaki Kunhalom Polgári Kör civil szervezet által alapított Körmendi Lajos emlékdíjat iskolánk tantestületének döntése alapján 2016-ban Törőcsik Gabriella Tünde 12. B-osztályos tanuló kapja meg. A díj egy körmendi kötet és könyvutalvány, melynek átadására megkérem dr. Varga Gyöngyi tanárnőt, a Kunhalom Polgári Kör elnökét. Törőcsik Gabriella Tünde 4 éven át jeles tanulmányi eredményű tanuló, számos alkalommal szerepelt iskolai és városi rendezvényeken, mely alkalmaknak köszönhetően a város kulturális életének először ismert, majd elismert tagjává vált. 2016-ban a Jász-Nagykun megyei szabadóverseny 2. helyezettje. A Nagykun verseny és prózamutó verseny külön díjasa. A Városi Költészetnapi Szavaló verseny 1. helyezettje. Kiemelkedő tanulmányi és sporteredményekért, valamint példamutató közösségi tevékenységért járó oklevelek és könyvjutalmak átadása következik. A jutalmak átadására megkérem nagy tiszteletű Koncz Tibor elnök lelkész urat és dr. Nagyné Serfőző Éva megbízó igazgató asszonyt. Kérem, hogy a következő tanulók fáradjanak az úrasztala elé a jutalmak átvételére. A 12. AH osztályból Gyökeres Krisztián, Laci István Attila, Nagy Angelika, Puskás Máté és Varga Bence László. A 12. B-osztályból Bokor Péter, Csontos Anett, Erdős Adrián Károly, Ferenci Gábor, Házi Gyula, Illés Rebeka, Kánya és Zsófia Tea, Kovács Tibor Bence, Mészáros Gábor, Patkó Linda, Sebők Bence,
és Vas Viktória. A 12. C-osztályból Balajti Szevér, Botos Gabriella, Dániel Emese, Hamari Bence, Kocsis Nikoletta, Kolozsvári Patrik, Kozma Dániel, Grausz Zsolt, Lázár Bettina, Nagy Péter, Nehéz Erzsébet Ágnes, Potornai Lilla és Székely Alexandra. Szalagkötés és zászlóátadás következik. A végzős diákok nevében szalagot küldt az iskola zászlóra Nagy Angelika, 12. AH osztályos tanuló.
A zászlót átadják Ferenci Gábor 12. B, Gála Adriána Aletta 12. AH és Bíró Márta Flóra 12. C osztályos tanuló. A zászlót átveszik Tóth Zoltán 11. C, Urbán Andrea 11. B és Balogh Bianca 11. H osztályos tanuló. A szalagkötés és zászló átadás alatt a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola végzős tanulója Törőcsi Gabriella tünde énekel, zongorán kísér Székely Ivo tanár. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I hang by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. If it's just like a movie, it's just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas, that's what you said when you left me. You still look like a movie, you still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie, it was just like a song. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there. To you were there. And a part of me keeps holding on, just in case it hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? It was just like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might.
song than we were young. Kérem, énekeljük el nemzetünk imádságát, a himnuszt. Kedves vendégeink, tisztelt ünneplő gyülekezet! Ballagási Isten tiszteletünk végére értünk. A kivonulást az iskola zászló vezeti, utána következnek gyülekezetünk és iskolánk vezetői, majd a ballagó diákok, iskolánk tantestülete, őket követve a gyülekezet többi tagja. A kivonulás alatt kérem énekeljük a 434. dicséretet, mely így kezdődik: Vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Thank you.